Holnaptól Szegeden tenisz nagyüzem, vagyis Davis Kupa, ahol a magyar válogatott az euró-afrikai zóna legalsó harmadik csoportjából kísérli meg a visszajutást egy osztállyal feljebb. 14 országból kettő léphet majd egyébként tovább, mi első kiemeltek vagyunk a tornán. Az esélyekről Skype-on beszélgetünk Hornok Miklós szövetségi kapitánnyal és a csapat tagjával, a 18 éves Madarász Gergellyel. Ők vannak itt a vonalban, ha minden igaz. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Kapitány úr, hadd kérdezem először, hogy mennyire nyugodt a társaság, hogy sikerült a felkészülés, hogyan várjátok a sorsolást és aztán a kezdést? Hál' Istennek nagyon jó a hangulat, elég nagy csapattal jöttünk le, tehát a négy stabil játékoson kívül a fiataljainkat is beépítettük, ahogy ezt most már a legutóbbi 3-4 évben tettük. Ugye tudjuk, hogy lecserélődött a teljes csapat Fucsovics Márton kivételével, teljesen új gárda alakult itt az utóbbi egy évben. Sajnos Balázs Attila, aki az egyes játékosunk volt, egy nagyon komoly késsérülés miatt nem tud rendelkezésre állni. Nagyon remélem itt lesz, megbeszéltük vele, hogy lejöjjön. Hangulat, hála Istennek, nagyon jó, több edzővel készülünk, teljes hátterünk van ahhoz, hogy esetlegesen ezt meg tudjuk csinálni, ezt a visszajutást. Balázs Attila késsérülése gondolom nagy hátrány, de ezek szerint akkor nem estél kétségbe, bőségesen lehet és lesz helyettes Attilának. De majd tulajdonképpen ez a csapat már egyszer fölállt ugyanígy, és ugyanilyen okok miatt, akkor Attila más okok miatt nem tudott eljönni a moldávok ellen, és ez a csapat tulajdonképpen egy 3-2-es éppen, hogy vereséggel jutott abba a helyzetbe, hogy utána a Luxemburg elleni Gilles Müllerre felálló csapatot nem tudtuk megverni. A hiába játszott Attila ott is nagyon jól, és 4,5 alatt 5. szett 8-6-ra kapott ki egy ATP top 50-es játékostól. Sajnos ez ilyen esetekben nem számít, és emiatt vagyunk most jelen pillanatban itt, úgyhogy most próbálunk meg ezen korrigálni. Gergő, mennyire érzed fizikailag jól magad, és mennyire állsz készen erre a, hát mondhatjuk azt, hogy sorsdöntő vetélkedésre majd? Hát előző héten szerdán már elkezdtük a csapattal a felkészülést közösen, szóval fizikailag, mind lelkileg teljesen 100%-osnak érzem magam, szóval 100%-ot fogok tudni adni, hogyha játszani kell. Lehet mondani akkor, hogy jól sikerült a felkészülésetek? Igen, igen, nagyon jól sikerült, jó hangulat, minden a legnagyobb rendben. Mi lesz a csapat erőssége szerinted, ha minden jól megy? Hát azt szerintem a legnagyobb erősség az, hogy itthon lehetünk, és hazai közönség előtt juthatunk vissza egy csoporttal feljebb. Uh-huh. Kapitány úr, hadd kérdezzem, hogy miután erre már utaltál, hogy ugye generációváltás zajlik a válogatott környékén, hát ebben a helyzetben mennyire lehetnek merészek a tervek a visszajutást illetően? Nyilván elég jó játékosok is jöttek különböző csapatokból, egy-egy jó játékos majdnem mindenhol van, kivéve jó pár csapatoknak a felének elviekben nincsen semmiféle ATP pontja, tehát általában nem lehet tudni, hogy kiket hoznak. Ettől függően a törököknél egy Ilhan nevű játékosuk van, aki elég komoly játékerőt képvisel, top 100-ban is volt, tehát ezt már megszoktuk, hogy egy divízióval följebb is, meg kettővel is, általában egy-egy játékos mindig nagyon jó egy-egy országból, a csapatokat nehéz így viszont összerakni. Így Markos Bagdadis vagy Max Mirnyivel felálló beloruszok is csak egy csoporttal voltak följebb, akiket meg is tudtunk verni. Egymagukban azért nem nagyon tudnak eredményt felmutatni nálunk. Szerencsére így évek óta most már ilyen utánpótlás játékosok beépítésével próbálkozunk. Jelen pillanatban is két Európa-bajnok is itt van, 14 év alatti Európa-bajnok, akik most 16 évesek. A legjobb ifi játékosunk, Bíró André is itt van Szegedről, úgyhogy megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy itt egy hosszú távú felkészülésben a srácok készen tudjanak állni, hogyha oda kerül a sor, hogy nagy ATP játékosok lesznek. A sorsolás előtt egy kicsit azért, bár említettél már néhány csapatról, törökökről, beloruszokról, szóba hoztad őket, szóval, hogy kit szeretnétek elkerülni nagyon, és kik vannak a kívánságlista élén? Hát már ki is mondtam tulajdonképpen, hogy a törököket szeretnénk elkerülni valamennyire, hogyha elképzelhető. Ott ugye Ilhan elég komolyan játszik, és nem tudjuk, elég nagy csapattal érkeztek. Dominik Hrbatit is megvette a török szövetség, akit tudunk, hogy top 20-as játékos volt innen Szlovákiából. Tehát elég komolyan készülnek ők is a feljutásra.
őket talán jobb lenne esetlegesen elkerülni, de ettől függetlenül nem esünk kétségbe, mert Marci sokkal jobb játékosokat is képes volt már a Davis kupán megverni, tehát készen állunk bárki ellen. Talán még az észteknél egy Jürgen Zopp nevű játékos van még, aki szintén 100 körül volt, ezért mindegyik játékos egy kicsit most hátrébb van már. Reménykedjünk benne, hogy Marci felszálló ágban van, és meg tudja ezeket a feladatokat oldani. Gergő, benned mekkora izgalom és druk van, és mekkora lehetőségnek érzed most a magad számára, meg egyáltalán a fiatal csapat számára ezt a Davis Kupa bemutatkozást? Természetesen van egyfajta druk bennem az első fellépés előtt, de ezen mindenkinek át kell esni, és én is megpróbálok minél hamarabb átesni ezen. Illetve ez a fiataloknak is nagyon nagy lehetőség, hogy ezt a hangulatot itt átérezhetik. Én is átestem már, én is voltam korábbi Davis Kupa találkozókon, szóval a fiataloknak ez egy nagyon jó lehetőség, hogy ezt lássák, hogy ami itt van hangulat és játék. Na most így egymás között a játékosok mennyit spekulálnak az ellenfeleken, és elsősorban most akkor nem a válogatottakra, hanem egy-egy játékosra vagyok kíváncsi, hogy milyen lesz velük találkozni. Meg egyáltalán az ellenfelek közül, a játékosok közül, te például hány teniszezőt ismersz, hányal találkoztál már más tornákon szembe, vagy akár játszottál is? Hát, körülbelül minden csapatból egy-egy játékosra találkoztam korábban versenyeken, és persze szoktunk spekulálni a játékosokról, de úgy nem félünk senkitől, és mindenkit megpróbálunk legyőzni. Kapitány úr, Gergő már említette, hogy nagy erőssége lehet a csapatnak az, hogy hazai közönség előtt játszhat. Ilyen szempontból milyen körülmények és milyen érdeklődés várható majd Szegeden? Hát természetesen ez mindig nagy előny, és a centerpályán fogunk végig játszani, tehát egy elég komoly sportkomplexumban leszünk, ugye azért 12 csapatnak kell itt részt venni, és mindenkit elszállásolni, felvonultatni, edzőpályát biztosítani, tehát elég nagy felhajtáson és egy komoly szervező stáb is dolgozik. Ahogy látom, a teniszszövetség is mindent megtett annak érdekében, hogy ezt népszerűsítse, tehát egy olyan családi napot rendeznek pont a feljutásért menő napon, ez szombati nap lesz, hogy mindenki, családok jöjjenek el, és próbálják a teniszt közelebb hozni, így népszerűsíteni, tehát jelen pillanatban a szövetség ebben a stádiumban van, elég komoly támogatások indulnak be, ha igaz, és akkor utána ezzel azért ilyen események rendezésével is tudjuk felhozni azt az érdeklődést, amivel esetlegesen egy következő generáció sokkal jobb hagyományoknak fog majd tudni megfelelni. Gergő, ha már itt tartunk, de mit gondolsz, hogy ez a hazai közönség támogatása az egy-egy játszmában, egy-egy meccsen neked egyáltalán lelkileg mekkora töbletet, mekkora pluszt jelentett? Tényleg akár győzelmek is, vagy meccsek megfordítása is múlhat rajta? Igen, játszottam már én is párszor nagyobb közönség előtt, és nagyon nagy lelki pluszt jelenthet, hogyha több száz ember tapsol az embernek, illetve buzdítja, és mindenféleképpen ez egy döntő tényező lehet. Fontos pontoknál, fontos gémeknél, fontos dolog lehet. Uh-huh. Kapitány, mi lesz, ha feljutunk, és mi lesz, ha nem sikerül? Vegyük mind a két forgatókönyvet. Milyen nyomás van a stábon, a szakmai vezetésen? Természetesen végig gondolunk mindent, tehát én is fel vagyok készülve mind a két esetőségre, megteszünk mindent annak érdekében, hogy jól sikerüljön. Nyilvánvaló utána megnézzük és számot fogunk vetni arról, hogy ez hogy sikerült, vagy hogy lehet működtetni ezt továbbiakban hosszú távon. Fel vagyok készülve mind a két esetőségre esetlegesen, nem vagyok kétségbeesve egyik oldalon sem, tehát hogyha ez megy tovább így, akkor szívesen vállalom. Ha úgy néz ki, hogy ez így nem lehet annyira kézben tartani, én is most külföldön élek, akkor esetlegesen az sem probléma, hogyha ez nem fog menni tovább. Én ettől függetlenül egész életemben magyar teniszért dolgoztam, úgyhogy ezt vállalom azért után is, akármilyen pozícióba kerüljek, vagy bárhogy. De egyéb iránt így az eshetőségeket, illetően inkább és sokkal inkább a fiatal csapattal együtt bizakodó vagy? Persze, természetesen. Tehát mondom, itt egy hosszú távú ilyen építkezést csinálunk, tehát a 15-6 éves fiúkat is behoztunk, abból a problémából adódóan, hogy 26-28 éves játékosok már sajnos nem tudnak rendelkezésre állni. Ahogy látjuk azért Federeren is, aki 33 éves,
hogy még mindig ott tud lenni a topon, és a világ elsőségre próbál törni. Ezek az életkorok ugye kitolódtak, most már 25 és 35 év között is bőven játszanak játékosok, hát itt azért bőven 22-23 év alatti játékosokról beszélünk. Emlékszem még a mi időnkben annak idején nem is csak a 18 éves korig tartott az ifjúsági kor, hanem 21 év alatt is voltak megrendezve, ugyanúgy, hogy a futballban is. Tehát voltak akkor is európai ilyen csapattalálkozók annak érdekében, hogy a játékosok föl tudjanak nőni. Jelen pillanatban is itt tartunk, tehát én úgy veszem ezt, hogy jelen pillanatban most egy ilyen 21-22 év alatti válogatott készül a felnőtt, tulajdonképpen profi pályafutásukra. Hát uraim, akkor nincs más hátra, mint fel a győzelemre, sok szerencsét a sorsoláshoz, és aztán jó játékot, hajrá Magyarország! Köszönöm szépen, hogy itt voltatok! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen.